A Vajdasági Magyar Szövetség eljuttatta a köztársasági kormánynak az augusztus 30-án megtartott ülésén elfogadott állásfoglalását a vagyonvisszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló törvénytervezetről. A 15 pontos állásfoglalás mintegy felét fogadta el részben vagy teljesen a köztársasági kormány törvény előkészítő munkacsoportja, mondta el Varga László, a VMS parlamenti képviselője. Többé-kevésbé sikerült a kormánynak a végleges javaslattal valamiféle egyensúlyt felállítani. És tudom, hogy ezzel az egyik oldal nem fog egyetérteni, és a másik oldal se fog igazából egyetérteni, de ettől még parlamenti képviselőként nyilván majd a módosítás indítványainknál is, meg a szavazásnál is azért valahogy mérlegelnünk kell, és a mi megítélésünk az, hogy jelen pillanatban többé-kevésbé létrejött ez az egyensúly. Korhet Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett a szakmai konzultáción. Minden érintett esetében pontosan föltérképezzük, hogy melyek azok a veszélyek vagy hiányosságok, amelyeket a törvényjavaslat tartalmaz. Evidens, hogy ebben a formában ez a törvényjavaslat több szempontból is sérti a kárvallottak érdekeit, ezen belül külön a magyar közösség kárvallottainak érdekeit, és én remélem, hogy sikerül egy olyan egységes álláspontot képviselni, amelyet egy határozott fellépéssel érvényesíteni lehet a szerbiai parlamentben. A közvitán érintettek is részt vettek. Amit egy papírral elvettek, hát nagyon sok papírt kell még beszerezni, hogy azt vissza is kapjuk. Hát szeretnénk legalábbis természetbe visszakapni mindazt, amit elvettek tőlünk. Szállam nem tudom, hogy most mennyire akarja majd természetbe visszaadni, de hát mi ezt szeretnénk, hogy ahogy van most, és akkor azt földben visszakapni. A köztársasági parlament várhatólag szeptember 2. felében tűzi napirendre a vagyon visszaszármaztatásról és kárpótlásról szóló törvénytervezet megvitatását.